Sziasztok, ez itt a Dolife, beálltunk a sorba, ami, nem rövid, inkább hosszú. Igen. Ja, meg megbeszéltük, hogy 11:30-tól biztos, hogy szétcsapatjuk magunkat, nagyon durva. Már nem kínos. Onnan már nem kínos. Onnan már nem. Az már simán. Tehát ez semmi visszafogottság, most semmi ilyesmi. Akkor mit mutassuk? Mutassuk a sort, mint minden egyes magyar YouTube igen, videós? Igen, igen, mert az sor nélkül nincsen sor semmi. Sor nélkül nincs. Jaj, meg nem mondtuk, hogy itt leszünk a Play-en. Gyakorlatilag nem is vagyunk itt. Ja. Vagyis hát, hogy nem ér. Na tisztelek. Vagyok, hogy ez Ákos eljutott Megvan! Úristen, ennyi a akciót, kalandot és brutalitást egy helyen! Hál' Istennek most már elérkezettnek, láttuk az időt, hogy most már szabad sörözni, mert mindjárt lesz a Mortal Kombat bajnokság, és hát ugye ne remegjél azért az ember kezet. Sziasztok, itt vagyok Udvardi Ákossal, a Mortal Kombat X verseny majdnem első helyezettével. Igazából a harmadik selejtezőbe kiesett, de most meg szeretnénk tudni, hogy miért jó, is történt azért, ez. Egyrészt azért, iszonyatos inhüvelygyulladásom van. Hátam be van állva kegyetlenül.
a kontroller az használhatatlan volt, az egy vicc, tehát nem tudom, ezt szerintem ez egy lore-ra használhatják, vagy nem tudom mire, meg Dotára maximum. Másik meg, hogy soha nem játszottam Xbox One-on. Meg Mortal Kombatot sem még. Mortal Kombatot sem még, úgyhogy meg hát ugye, nem, én tényleg, tehát én olyan ember vagyok, aki elismeri, hogyha veszít, meg bunda. Tehát ez igazából semmi más nem volt. Meg az ettet már ott súgták, hogy figyelj, most akkor őt kell hagynod nyelni, meg mondtam, hogy jó, hát én nem így akartam, mindegy, persze, akkor már adom. Úgyhogy csalódás mindenképp, mert nem éreztem úgy, hogy kontroller nem volt jó. Kamu. Értjük. Kőkemény, exkluzív cucc! Yeah! Túl vagyunk a Mortal Kombat bajnokságon. Jól sikerült. Jobban, mint reméltem. De hát ez nyilván a profi felkészülésnek köszönhető. Amikor mindig megbeszéljük előre, hogy mit kell mondani, és utána meg ezt elfelejtem. De utána ráimprovizálunk, busszal jöttünk, és most pedig azt fogjuk csinálni, hogy megfogjuk... Karcsozod a kamera? Nem karcsozod a kamera? Nem, most csak ilyen... Nem. Reméljük. Most még ezt mondjuk a személynek, hogy majd visszanézzük, akkor kidővált. Most pedig interjúztatni fogunk embereket, természetesen nem túl komoly kérdésekkel. De komolyakkal is. De komolyakkal is? Olyan is lesz, amelyik full komoly. Csak ők majd lehet elnőhögik. Vagy mi? Vagy ők. Vagy ők. Vagy mi? Vagy ők. Na, úgyhogy megyünk vissza a Play-re. Vagy ők. Play IT. Itt vagyunk Nosikával, polgári nevetet azt mondhatom? Gyurival, és megkérdezzük, hogy hogy haladtak eddig a csés játékok, hogy milyenek voltak a versenyek. Olyan jók voltak a versenyek, hogy nem láttam egyet se. Egyet se? Egyet se, ugyanis igazából azért jöttem el, most nem vagyok semmi műsorvezető, se semmi, hogy körbe-körbe járjak folyamatosan a csarnokokba, és mindenkivel szórakozzak egy jót, és legtöbb nézőmmel találkozzak. Az tök jó, és úgy hallottuk, hogy... hogy lesz esetleg ezután valami nagyon-nagyon durva after party. Hát a nagyon-nagyon durva after party, azt még nem tudom, hogy lesz, de valami biztos, hogy lesz. De hol lesz, mondd meg, mert megyünk. Esetleg véletlenül a lolos dolgokat még figyelemmel kíséred el. Szó. A championokkal még úgy tisztában vagy? Még úgy nagyjából. Jó. Sorra nem vagyok, az a teleportálgatós ide-oda support dolog, az most nekem... A bárd. Na. Semmi baj, azt mondd meg, légy szíves, hogy melyik lenne neked az a champ, amire azt mondod, hogy mondjuk, hogyha meg tudna testesülni fizikai létbe a valóságba, hogy nem rugdosnád ki a hálószobából, hogy csak egyetlen egy jó válasz van. Rek'Sai, simogatnám. Az is, az Urgotra gondoltunk. Majdnem összejött akkor igazából. Hú, hát talán jár van az ő? Urgot volt a helyes válasz. Mondjuk, ha megelevenne egy darab karakter, egyszer sem tudtam kimondani még ma azt, hogy megelevenedne először, és mondjuk eltölthetné vele egy darab éjszakát. Lehet, hogy Sona? Sona? Miért Sona? Tudom, miért Sona, mert néma b***eg! Az is előny. De ó, amúgy... Na mindegy. Most megint elmegyünk sörér, nem azért, mert... Szia, ne haragudj, bocsánat! Hogy az lenne a kérdés, hogy akkor melyik a kedvenc színészed? Akivel eltöltenél egy éjszakát nagyon szívesen, és egy jó válasz van. Ed Westwick. Kicsoda? Ed Westwick. Gerard Depardieu, de az elhízott. Hát bele ne. Nekem a kedvenc karakterem az szerintem az Graves. Nem inkább Lee Sin, a vakkopasz, az jó. Én nekem szerintem Belkos. Ki az, aki az a karakter, akit nem? Tehát aki a Katarinán és Quinnen mellett kívül még játszik.
Hát szerintem majdnem mindegyik, akinek nagy csöcsei van, akik jól néz ki. Urgot. Egyszerűen így... Csak vicceltem! Vicceltem! Tarik. Ó, tisztelet! James. James. Riven. Urgot lett volna a helyes válasz. Hát meg kicsit kövér, meg kicsit össze van varva, de a biztos, hogy nagyon-nagyon odaadó. Urgotta, akkor mi van? Hát... Nem. Jasú. Nem, urgot. Vele nem. Miért? Hát ő... Előítéletes vagy? Nem jönnek be a túlsúlyos emberek? Mellem, ami nekem. Batman vagy Superman? Batman. Batman vagy Superman? Batman. Batman. Miért? Mert jó autója van. Batman. Batman. Az jó kérdés, Batman. Batman. Miért? Superman. Mert Supermannek szuper ereje van, úgyis legyőzni szerintem. Hoppá. Te imádom, amikor megfogod a hátam, de nem az a lényeg. De átanyánt, azt hogy írod? D'Artagnan. Mit tudod? Teljesen a D'Artagnant azt hogy írjuk? Fogalmam. Nekem sincs, azért kérdezem. Az a jó. A Mortal Kombat bajnokságra sajnos 16 évesnek kell lenni, hogy egyáltalán bemessél nézni azt, hogy részt vegyél benne a 18-nak. Úgyhogy most megkérjük nagyon-nagyon szépen a hostess lányt, hogy engedjen be minket, mert amúgy édesanyám itt van a vonalban, és hogy megengedte, hogy bemenjek. Ja, szia, bocsánat, csak anyukám megengedte tényleg, hogy bemenjek, és itt van a vonalban, úgy megbeszélnéd vele, hogy 16-os korhatár van, és hogy ezt is szabad-e? Megtennéd, hogy csak egy kicsit, csak tényleg egy-két szó? Nem. Csak annyit, hogy láttad, hogy elmúlt. Már az a baj, nem engedte meg még így se. Mert mondtam neki, hogy hova jövök, azt mondta, hogy az még úgy oké, belefér, de mondta, hogy ide nem jöhetek be, de hogyha te beengedsz, akkor úgy szerintem megengedi. Beengedlek. Akkor itt ülünk. Zsolti vagyok, sziasztok, videójáték Zsolti. Videójáték Zsoltival, aki szintén ott volt a Mortal Kombat bajnokságon. Ő nem nevezett, de attól függetlenül ezt megkérdezném, hogy neked személy szerint melyik a kedvenc góró karod a négy közül? Góró kar? Igen, mert ugye négy van neki. Jótól kérdezett. Ja, a négy kezé? Hát igen, a négy kezéből melyik a kedvenc? Tehát melyiket tudnál azonosulni a négy kezéből? Jobb egy. A jobb egy? Én nem vágom góró anatómiáját igazából, de... Hát az X-ray-eken láthattad. Az X-ray-eken? Igazad van, tényleg. Akkor jobb egy, ahogy... Jobb egy. Oké. És mit szólsz ahhoz, hogy a MK9-es szél esetleg? Nem, sajnos. Nekem a 10 az első. 10 az első. Kezdtem annó. Mert ugye az egyik nagy újítás, hogy a női karaktereket most eléggé felöltöztették, mivel a 9-ben ilyen viszonylag nagyon-nagyon kevés ruha volt rajtuk, és ez mit szólsz? Szomorú vagyok. Szomorú vagy. Ugye nyilván fiatal az ember, és hát ugye támadnak ötletei, meg mindegy. Csak ugye rám nyit közben nagyanyám, és ezt meg már nehéz kimagyarázni. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy melyik a kedvenc karaktered? Kedvenc karakterem? Ez nehéz kérdés. Én Sub-Zero meg Scorpio között variálok. Legyen Sub-Zero. Volt ugye ez a Easy Fatality DLC-t, ezzel éltél esetleg? Nem, természetesen, és ellenzem. Ellenzem, baromság, meg az összes DLC-t is utálom. Tehát sajnos ez a rendszer, amit mostanában a játékipar csinál, ez nekem bevehetetlen a rendszernek. Azzal egyetértesz még, hogy ugye plusz pénzeket lehet majd karaktereket venni? Nem. Igazából olyan karakterek, mint például Predator. Az jó, azért fizessen az ember, mert igazából engem nem érdekel a Predator, tehát én nem fogom megvenni. Igen, csak ugye az alapjátékban tudod, benne van például a Rain is, aki az előzőkben is benne van, de nem játszható, tehát valószínűleg az DLC lesz. Ó, szomorú, én nem tudtam. Góró négy kezek közül melyik lenne neked a kedvenced? Jobb felső, jobb alsó, bal felső, bal alsó. Nem tudom. Jó kérdés. De nyugodtan dősd, de van idő. Mondjuk a jobb felső. Mármint hogy? Hát négy karja van górónak, ugye? És a négy közül melyik? A bal felső. Miért? Mert az olyan szexi és izmos. Bármelyik? Mondjuk én is így állok hozzá. Janina, milyen játék ez elkezdődik? Ez az évszázad játék, az, amikor parkban nem csinál semmit, de mutass oda, hogy csimpánzt veszek könnyebben. Nézzek, ott veszem a csimpánzt. Bono, Kuna, King. Igen, adoptálom. És hol van? Poop. Az kell. Poop. De... Ez tisztelet. Oda csinálok? Üljön, te leszed. Ott jön a csimpánzt, bazd meg!
ott hozzá zsiráf helikopterrel. Hűlje meg, vagy őrülve. Legkirályabb játék. Ever. És még azt mondják, hogy ez a 360-nak hajnoklik a piacon. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem hajnoklik. Ilyen játék. Ó, bazze! Emberrel vagy? Csávóval vagyok. Mennyi lerülök. Jó. Jó. Valami történik. Parkör. Szó szerint parkör. Szó szerint parkör. Kinek? Robit? Szeretettel. Tisztelettel. Neki tőle is szeretnél? Viktória volt olyan iszonyatosan halálosan kedves, hogy elvállalt velünk egy interjút. Az első kérdésem az lenne, ki a kedvenc férfi színészed? Wow! Nehéz, nem nagyon, így színészekhez nem igazán kapcsolódom lelkileg. Akit úgy nagyon szeretek, az talán Keanu Reeves, őt úgy kifejezetten. Ezen kívül nem tudom, biztos van valaki tök jó, és most nem jut eszembe. Peter Dinklage, abszolút. Drónok arcából. Igen. Emellett Sean Bean nem a kedvencem, de megérdemli a koronát azért, hogy hány filmben meghalt eddig. Úgyhogy körülbelül. Értem. És szoktál valamilyen játékkal játszani? Játékkal? Persze. Most jelenleg, amivel nagyon tolom, egy hete az a Hearthstone, tehát teljesen belehűltem a játékba, állandóan azt tolom, de egyébként hát van például Vovos múltam is, ezen kívül nyilván a Sims játékokkal is játszottam, mert elkezdtem. Lolos múlt, azt jól értettem? Nem, Vovos, World of Warcraft. Aztán a kedvenc játékom az a Plants vs. Zombies, ami ilyen cuki, de iszonyatosan intelligens. Emellett kiskoromban pedig rengeteget játszottam Nintendo-n Super Mario 1-2-3-mal. Értem. És ha mondjuk a WoW-ból melyik az a karakter, akivel, hogyha fizikai valóban megtestesülne egy éjszakát, nagyon szívesen eltöltenél? Hellscream esetleg, vagy Ragnarosz, vagy tehát így teljesen enged szabadjára a fantáziádat. Inkább ilyen kasztot tudok mondani, tehát mondjuk egy druiddal, úgy ők úgy tetszenek, úgy felépítik. De várj, most Tauren druid, vagy Night Elf druid, vagy Blood Elf, esetleg az nem lehet druid, vagy esetleg troll. Hát egy Night Elf druid, aki, igen. De nem kell mondjam, hogy ennél furább kérdést szerintem még nem kaptam. Hát mert mi direkt erre edzünk, hogy ne a szokásost kérdezzük, de akkor kérdezek egy szokásost is, hogy neked mi volt az inspirációra, amire elkezdted ezt a vlogot? A vlogot? Mert ugye a gameplayeket, azokat egyetemen az öcsém hatására kezdtem el, ugye akkor már több mint egy éve videózott. A vlogot azt szerintem inkább ilyen külföldi vloggerek hatására nagyon tetszett. Például akiket nagyon korán követtem, mondjuk Strawberry 17, akkoriban még magyaroknál nem láttam olyat, aki úgy annyira tetszett volna a vlog területén, de külföldieknél azért elég sokat. Értem. És nekem nagyon-nagyon furcsa, mivel én elég sokat szoktam nézni a vlogodat, tehát hogy nagyon-nagyon egy ilyen pozitív kisugárzása van az egésznek. Tehát ez a fajta ilyen pozitív hozzáállás, meg kedvesség, ebben van valamennyi esetleg színészkedés, vagy ez ilyen teljesen őszinte? Abban a szempontból teljesen őszinte, hogy próbálok nagyon pozitívan hozzáállni a nézőimhez, hiszen azt szeretném, hogy jól érezzék magukat, amikor nézik a videóikat, elvégre ez a cél, de nem színészkedek, tehát hogyha épp olyan napom van, akkor inkább nem videózom, hogy ne adjak át negativitást. És azt hadd kérdezem meg, hogy a londoni kiruccanás, hogy ott például mi volt, ami ilyen nagyon hasznos info volt, mert azt úgy nem mondtad el vlogba, hogy pontosan miket mondtak, csak hogy ugye nagyon-nagyon sok mindent, hogy mit tartottál onnan nagyon-nagyon hasznosnak. Ott inkább a munkámhoz kaptam nagyon sok segítséget, tehát például, hogy a tartalomkezelő szolgáltatása hogyan működik a YouTube-nak, mi történik olyan videókkal, amiknek mondjuk több jogtulajdonosa vannak és ilyesmik. És mondjuk amióta elkezdted a vlogozást, mennyire, milyen százalékban nőtt meg a férfi rajongók száma? Hány hozzászólást kell banolnod, akkor úgy kérdezem? Néhányat. És azt a párat, azt miért kell banolnod? Valami számomra érthetetlen okból kifolyólag lábfétises fiúk állat. Te pontosan hogyan?
hát igen, ilyesmi szokott lenni, vagy hogy álljak rá a kamerára, vagy társai, tehát ez nagyon fura. Nagyon jót szoktam röhögni ezeken az üzeneteken, és semmi problémám azokkal, akiknek ilyen jellegű vágyaik vannak, de azért én ebben nem szeretem. És sokan próbálkoztak esetleg ilyen, hát nem feltétlenül lábfétissel, de mondjuk egy udvariasabb módszerrel? Igen, sokan próbálkoznak barátkozni, ismerkedni, de az a helyzet, hogy ezt nekik is tök őszintén el kell mondanom, hogy ami szabadidőm van, én azt a meglévő barátaimra és ismerőseimre, családomra fordítom, és jelenleg tényleg se időm, se energiám arra, hogy új embereket bevonjak az életembe. Akkor ez volt már a No Life Play Eaten 2015 Play 2015. Fuck yeah! 25-e, nem május, hanem április. Mi jól éreztük magunkat, nagyon remélem, hogy De Dávid annyira nem érezte jól magát. De. De nagyon remélem, hogy ti, akik nézitek, jól éreztetek magukat. Külön hatalmas nagy köszönet Nosikának, Pierce-nek, Viktóriának, hogy vállalta velünk az interjút. Igen. Úgyhogy nézzétek továbbra is a No Life-ot. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma is a Play-Eaten. És a Play-Eaten. Gyerek. Akinek tetszett a videó és lájkolta, a haverunk. Aki kommentelt vagy szeretne, az országos panunk. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus szimboránk, úgyhogy... Tisztelet! Hajrá, No Life!